Ézsaiás próféta így szól: Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Vajon kiről mondja ezt a jövendőlést a próféta? Az új királyról, aki megszabadítja Isten népét a fenyegető ellenségtől? Vagy egy ismeretlen, eljövendő uralkodóról? Isten küldöttéről, aki majd békét teremt az uralma alatt élőknek? Hány uralkodó és zsarnok hirdette magáról már a történelem során, hogy véget vet az öldöklésnek, a pusztításnak, a polgárháborúnak, és elhozza a birodalmi békét mindenkinek. Ismerjük a latin közmondást, si vis pacem, para bellum. Ha békét akarsz, háborúzzál. Gondoljunk akár a Pax Romanára, amit Augustus császár hirdetett meg a hosszas háborúzás lezárásaként. Tudjuk azonban, hogy ezek a békék mindig rövid életűek voltak. A fegyverrel kivívott békének újabb háború és a birodalmak összeomlása lett a vége. A korai keresztények éppen ezért nem földi uralkodóktól várták a békét. A prófétai szavakat Jézus Krisztusra értelmezték. Ő benne látták megvalósulni a jövőben. Megtapasztalták húsvétkor, hogy Jézus kereszthalálával és feltámadásával legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, a bűnt és a gonoszt. Megtörte hatalmukat, és átvette uralmát az élet felett. Jézus nem külső, múlandó békét hirdetett meg, hanem azt a belső békét, amely az embernek biztonságot, öntudatot, reménységet ad. Jézus halálával megbékéltetett minket magával, Istennel. Ez az alapja annak az igazi békességnek, amely eltölt bennünket, és amely erőt ad ahhoz, hogy elviseljük a külső békétlenséget. Jézust valami megkülönbözteti minden földi hatalmasságtól. Az ő fegyvere, béketeremtő eszköze nem az erőszak, hanem a szelídség, a türelem és a szeretete. Így közeledik hozzánk is, így ígéri meg, hogy nékünk adja azt a békét, amire áhítunk, ami után vágyódunk, azt a békességet, amely fölülmúl minden emberi értelmet, s amelyet senki sem veheti el szívünkből, gondolatainkból, bármilyen külső hatás sem győzheti le azt, mert az Isten békéje a mi békénk, Jézus Krisztus által. Amen.